Bár a nyíregyháziak is pályáztak a rendezésre, végül az ELTE-Beac Újbuda szervezésében a budapesti Gabányi Sportcsarnok adott otthont a HEPKupa 4-es döntőjének. Az NK is szerepelt már az alacsonyabb osztályú csapatok számára kiírt sorozat végjátékában, érmet azonban még nem sikerült szerezniük Farkasinszky Gyuláné tanítványainak. Az elődöntőben a Baja ellen lépett pályára a nyíregyházi gárda. Az első két negyed után még a Dunapartiak vezettek 2 ponttal, a folytatásban aztán a 40 pontig jutó Pap Claudia és a 28 pont mellett 16 lepattanót szerző Farkasinszky Orsolya vezéletével fordított és 14 ponttal győzött a kosársuli. A döntőben a szinte teljes átcsoportos keretét bevető hazaiak végig vezettek, a nyíregyháziak csak egy-egy periódusban tudták tartani velük a lépést, így az újbudai játékosok nyakába került az aranyérem, míg az NKS ezüstéremmel zárta a fővárosi kirándulást. Mindenféleképpen szeretjük volna, hogyha Bajával játszunk egy elődöntőt, mert tehát az eredmények alapján úgy tűnt, hogy talán ők azok, akik a legkönnyebben foghatóak, és utána a döntőben pedig már bármi lehet, tehát ugye ott azért az ottani tét és az ottani csapatok, meg azt is tudtuk, hogy a Beac ugye szerintem lényegesen erősebb volt ebben a mezőnyben, mint bárki más, ezért valószínűsíthető volt, hogyha velük játszunk, akkor azért bármit megpróbálunk hozzátenni a mérkőzéshez, és bármilyen taktikai fegyvert vettünk elő, mindenre volt válaszuk. Én úgy gondolom, hogy ez a második hely teljesen megfelelő számunkra, mi nagyon örülünk ennek az éremnek, tehát szerintem ettől a csapattól ez egy óriási eredmény, és ez egy óriási dicséret is életi a lányokat. A torna gólkirályi címét Pap Claudia szerezte meg, a legjobb lepattanózónak pedig Farkasinszky Orsolya bizonyult a mezőnyben. A center szerint a lehetőségekhez képest kihozták a maximumot a döntőből. Elégedettek vagyunk, ha valaki azt mondta volna nekünk a mérkőzések előtt bárhol aláírtuk volna, úgyhogy maximálisan örülünk neki, megpróbáltunk nyilván megtenni mindent azért, hogy fényesebb lehessen. Azért az, hogy a Beasznak ugye szinte az átcsoportos csapata játszott, ez kicsit kivette azért az erőnket. A nyíregyházi kosársuli a bajnokságban a keleti csoport éllovasaként várja a folytatást. Farkasinszkijék legközelebb vasárnap a DVTK U23-as csapatát fogadják a Szent Imre gimnázium csarnokában.